A jövő év végére újítják fel a hármas metró kocsijait, ezt mondta Tarlós István. A legkritikusabb szakaszokat pedig 2016 végére hozhatják rendbe. A főpolgármester szerint a teljes vonal felújításához több évre van szükség, így 2019 előtt alig ha lesz kész. Így néz ki most a hármas metró alagútja. A kocsik csak nem 40 évesek, és szinte nem telik el olyan hét, hogy ne legyen valamilyen műszaki hiba a vonalon. A hármas metrót 1975-ben adták át, nagyobb felújítás azóta sem volt. Idén jöhet az áttörés, amikor elkezdik a kocsik felújítását. A főpolgármester szerint 2015 végére 60-65 milliárdból megújulhatnak a kék szerelvények. A metró szakszervezet elnöke már csak az idő miatt aggódik. Gulyás Attila szerint ugyanis 261 szerelvényről van szó, melyek jelentős része folyamatos használatban van. A BKV-nak saját kapacitása egy ekkora felújításra egész biztos, hogy nincs. Itt azt kell elképzelni, hogy a járműveknek a 86%-a egyszerre rendelkezésre kell álljon, tehát csak a maradékot lehet egyszerre felújítani, és ez egy lassabb ütemezést eredményez. Tehát egyrészt itt az idő, hogy nem lehet egyszerre olyan sokat ennyi idő alatt megcsinálni, BKV-nál biztos nem, tehát valószínűleg itt több céget kell majd bevonni ebbe. Tarlós István szerint nyílt tendert írnak ki, a felújításra szánt forrást pedig hitelből fedezi a főváros. A Magyar Nemzet úgy tudja, akár már ma dönthet a kormány, hogy a felújítást részben az állam finanszírozza. A főpolgármester azt is mondta, hogy az infrastruktúra tervezési tenderét már lezárták, így szerinte 5 év múlva a teljes vonal megújulhat. Valószínűleg 15 végéig a szerelvények felújítása teljes mértékben megtörténik. 16 végére, amit ígérek, az az infrastruktúra kritikus szakaszai maradéktalanul, és a teljes felújítás, ahova a nem kritikus szakaszokat, tehát a 17 kilométeres pálya egészét és a biztonsági berendezéseket állomásokkal együtt odaértjük, hát ez valamivel hosszabb nóta, ez 18, inkább 19. A vonal esetleges meghosszabbításáról pedig csak terv készül, az biztos nem lesz része a mostani munkálatoknak. Falus Ferenc, a baloldal főpolgármester jelöltje azt mondta, el kell érni, hogy a hármas metró felújításának legalább egy részét uniós forrásból fedezzék.